Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Benedek József nyugalmazott katonai attasé, egyetemi tanár, nemzetbiztonsági szakértő, május 9-e van. Jó időpontot választott az amerikai elnök, hogy megszabadult ettől a paktumtól, pontosan ez endátumra. Két órával később még meg sem szállott az aláírása, már zúgtak Izrael felett északon a szirénák. A hadsereg rendelkezett, megnyitották a légopincéket. Hát nem volt jó ötlet, azt már nagyon régen megmondtuk, hogy nem a legszerencsésebb dolog, hogyha hatonnal elérünk egy megállapodást, és egyebből kiszáll, úgyhogy nem egyeztet a többiekkel, az nem éppen a legkorrektebb mód az elvállásra. De úgy egyébként ez az egész dolog, ha realizálódik, akkor az azt jelenti, hogy a közel-kelet sokkal keményebb lesz, sokkal nagyobb konfrontációra lehet számítani. De most azt mondja, amennyiben... hogy ha realizálódik, mert van esély, hogy ezt visszavonja? Hát szerintem hát semmi. Hát Trumpnál nem sok esély van rá, hogy visszavonják, de a másik öt az azt mondja, hogy nem kellene visszavonni ezt de az egész dolgot. De van még valaki, aki az egyesmény nem aláírója, de közvetlen szenvedője, az az izraeliek. Így van, hát az izraeli társadalom is megosztott, és egy kicsit úgy néz ki, hogy a belpolitikát próbálják kivetíteni a külpolitikára, de hát ez nem új dolog, ez is előfordul. De azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Teherán erősödött három nap alatt nem keveset, és Libanonban Teheránnak a kedvencei győztek. Ez így van, erre akartam kilukadni, hogy már az első következményt lehet látni, mert ugye nem most kezdődött ez az aláírás, hanem már korábban. Gyakorlatilag közel 50%-ot szerzett a Hezbollah Libanonban, ami azt jelenti, hogy hát nem kifejezetten Izrael barát szervezet került a hatalomra. Tehát újabb front. Szíriában erősödik a iráni jelenlét. Következésképpen Izraelnek a belpolitikai helyzete, illetve a biztonsági helyzete sokkal keményebbé vált ezzel, és fog válni a jövőben, amennyiben megvalósul ez az egész dolog, mert Irán azt mondta most még legalábbis, hogy tartja magát a megállapodáshoz, tehát nem fog változni. Irán azért mégiscsak a kora hajnali órákban gépeit a levegőbe emelte. Igen, a feszültség az lényegesen magasabb, mint korábban volt érezhető, és levegőben van az, hogy esetleg összeütközések lesznek Izrael és Irán között. Reméljük, hogy ez nem fog elfajulni, esetleg perspektívában. Mennyire befolyásolhatja mindezt, hogy az izraeli miniszterelnök gépe perceken keresztül levegőbe emelkedik és Moszkvába repül? Hát nyilván megtárgyal ahol Putyin elnökkel találkozik, és részt vesznek a megemlékezéseken május 9-én. Hát a május 9 az világos, ez minden évben megtörténik, és nyilván nem megy, de ez csak apropó arra, hogy találkozzanak, és megpróbálja meggyőzni Putyint, hogy fogadja el ezt a megállapodást, illetve hát, amit az amerikai mondanak, támogassa. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem fogja Putyint támogatni, míg akkor sem, hogy a nyugati véleményekkel ő nem ért egyet. Azt viszont elég világosan lehet látni, hogy a nyugati országok, tehát Nagy-Britannia is, mint az Egyesült Államok főszövetségese, Németország, Franciaország természetesen meg akarja tartani ezt a korábban kötött, 2005-ben kötött megállapodást. Nem beszélve arról, hogy az Európai Unió vezetése is Mogherini világosan nyilatkozott, hogy nem kívánja az Európai Unió ezt megszüntetni. Úgyhogy ebből adódóan majd meglátjuk azt, hogy hogy reagált Teherán országot. Kína reagált valami? Kína csendben van, de Kína is azt akarja, hogy maradjon meg a megállapodást. Tudni, hogy Kína is azon az oldalon van, hogyha már egy egyezményt megkötöttünk, és ez az egyezmény a békés megállapodás irányába mutat, akkor az maradjon meg, azt nem kellene felborítani. Mennyire szeretné Kína, hogy az amerikai elnök hamarosan megérkezzen Koreába, és ott is összehozzon valamit? Szerintem Kínának ez érdeke, hogy összehozzon valamit. Kína most kellemetlen helyzetben van, mert ebből lemaradt. Tehát tulajdonképpen ez a találkozó úgy jött létre, hogy Kínának olyan borzasztó nagy szerepe nem volt a szervezésben, illetve az összehozásban. Egyébként nyilván volt szerepe, mert nem véletlen találkozott kétszer a koreai vezetővel, a kínai vezető. Tehát természetesen, hogy valamit közvetítettek azért a kínaiak ebbe. De végül is a babért itt az Egyesült Államok,
illetve Dél-Korea. Dél-Korea nagyon keményen dolgozott azon, hogy létrejön a találkozó. Nem, csak folyamatosan azon töröm a fejem, hogy nyilván nem egyedül vagyok ilyen laikus, belpolos, vagy kulturális, vagy bármilyen érdeklődésű ember, aki azért nincs teljesen otthon a világpolitikában. Szóval azért két mondatban próbáljuk meg tisztázni, hogy mit vállalt Irán, és mit tartott be a vállalásaiból, és mit kapott ezért cserébe. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Irán vállalta azt, hogy az atom kísérleteket leállítja, az urándúsítást, amely azt jelenti, hogy alacsony szintű, amit erőművőben használnak, dúsított urán helyett magas szintű, tehát 4,5-ről fölnőme a 96%-ra, ami atomfegyver készítéséhez tisztaságú, alkalmas, és ez volt az egésznek a lényege. Ezt ellenőrizte, és ellenőrzi folyamatosan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, amiről tudta. Egyetlen olyan megjegyzése nem volt, hogy Irán ne tartotta volna be megállapodást. Akkor mik ezek a dokumentumok, amire az Amerikai Egyesült Államok elnöke is hivatkozik, amit az izraeli miniszterelnök napokkal ezelőtt bemutatott. 2015 előtti dokumentumok. Nyilván, hogy Iránnak szándékából volt atomfegyver kifejlesztés. Hát azért jött létre ez a 2015-ös megállapodás, hogy ezt megakadályozzák. Utána a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint semmiféle ilyen tevékenység nem folyt. Egyébként még nyitott volt Irán. Miért nem szeretne Izrael, illetve az Amerikai Egyesült Államok hinni Iránnak? Mi készleti őket arra? Mit hisz és mit nem, az nyilván politikai kérdés, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy összekeverik a szezont a fazonnal. Tudnék, ez a megállapodás kizárólag az atomfegyver kifejlesztésére vonatkozik. Most a Trump kitalálta, hogy ugye a rakéta program folyik Iránba, és a kettőt kapcsoljuk össze. Na most a 2015-ös megállapodás a rakéta kísérletekről nem szól. Tehát na de mindenki törekedhet arra, hogy egy megállapodást kiszélesítsen. Ezt meg lehet csinálni, hát természetesen. Csak nem úgy kell, így van, tárgyalóasztalnál az összes fél, aki a megállapodást aláírta, és nem azzal kell kezdeni, hogy érvényesítjük az eddig megkötött megállapodást is, mert kötünk egy másikat, egy szélesebbet, hanem le kell ülni az összes partnerrel, megbeszélni, hogy mivel akarjuk ezt kiegészíteni. Rakétaprogrammal akarjuk kiegészíteni, vagy önöknek van arra bizonyítékok, hogy mi titkoshatom kísérleteket folytatok, tessék eljönni bizonyítékokkal, és attól kezdve ezt meg lehet beszélni. Hogyha annyira biztos hogy ez a bizonyíték, akkor elő lehet adni, mint a bíróságon. Na de könyörgöm, az nem egy bizonyíték, és az nem zavarja önt, Mogherini asszonyt, akit ön nagyon lelkesen támogat, vagy azokat az európai országokat, illetve vezetőit, ami történik a helyszínen, hogy Teherán ma lassan több iráni katonát találunk Szíriába és Libanonban, mint helyieket. Hát azt szokták mondani, hogy Amerikában verik a régeneket. Miközben van ehhez a dologhoz? Ez egy más politika. Nem, nyilvánvaló, nem. Hogy Iránnak van egy törekvése az, hogy egészen a földközi tenger partjai kiusson, és a sítafélt holdat erősítse, de mondjuk ez nem keverendő össze az atomfegyver. És hogy támogassa természetesen a Hamaszt, hogy továbbra is ez az igaz. Izraeli civil lakosság életére törjenek, levegőbe, tengeren, szárazföldön, alagutakon és ahol akarják. Én ezt nem biztatom, de ennek miköze van az atomprogramhoz. Tehát szóval akkor arról lehet inkább szó, hogy ez egy belpolitikai üzenet Trump részéről? Van benne egy belpolitikai... Megszüntetni, felszámolni mindent, amit Obama elért. Van benne egy belpolitikai üzenet is, így van. Amit Obama elért, azt szüntessük meg, és ugye olyasmit mondod, hogy ez egy tragikus megállapodás. Hát, hogyha valaki visszaemlékszik 2015-ben, hogy mennyit dolgoztak ezen a delegációk, hányszor találkoztak, szavanként nézték át a megállapodást, azért, hogy mindenki elfogadhassa, végül aztán sikerült. Hány béket elvett látott már ön életében, amin éjjel-nappal dolgoztak szavanként, szótagonként, azt a végén nem lett belőle sem. Ezen azért sokat dolgoztak, ez egy nagyon fontos megállapodás, mert atomfegyverekről van szó. Sokfajta megállapodást lehet kötni. Akkor most jöjjön ki magából az objektív katonai szakértő. Miért és hogyan veszélyezteti, ha egyáltalán, vagy ez csak Trump és Benjamin Netanyahu szüleménye, és most kérem, hogy legyen objektív ugyanilyen elánnal, mennyire veszélyezteti például a Golán-fennsík civil lakosságát, Teherán előretörése,
akár a rakétáikkal, akár a légelhárításokkal. Hát a Golán fennsík történetében belemegyünk, akkor egy-két dolog azért kiderül, hogy hogyan került ez ide, meg oda, meg amoda. Tisztázatlan a helyzet, ugye megszállt területnek számít a Golán fennsík. Nyilvánvaló, hogy itt nem a Golán fennsíkról van szó csak, tehát nem lehet kiemelni a civil lakosságot, hanem az egész Izrael területét érinti ez a téma. Az önáltal annyira védett ország vagy Teherán jelen pillanatban nem akar törni, például Izrael minden polgárának életére, nem azt hirdeti változatlanul, hogy meg kell szüntetni ezt az országot? Nem a földdel kell egyért. Hát elhangzottak ilyen kijelentések, az biztos. Én éjszaka hallgattam a nemzetközi médiát. A másik oldal részéről is, én meg szintén a TV változatban külföldi adásokat figyeltem, és attól függ, hogy az ember melyiket nézi. Most a CNN-t nézzük, az Al Jazeera-t nézzük, a francia tévét, vagy éppen a németet, nem ugyanazt a dumát. Szaúd-Arábia is lehet, hogy nem osztja Teherán nézeteit. Természetes dolog, nagyon meg lennék lepve, a Szaúd-Arábia, illetve az Egyesült Arab Emirátusok osztaná a Teherán nézeteit. Meg azoknak a kurdoknak a családtagjai sem, akiket az elmúlt hetekben meggyilkoltak. Hát itt nem Irán védelméről van itt szó, én azt gondolom. Nem, itt egy szerződés védelméről van szó. Egy országról, amelyik blokkád alatt volt, és most orvérzésig fegyverkezik, itt mindent, amit csak meg lehet venni, akár készpénzért, akár hitelbe, akár olajért, megtesznek, itt arról van szó, hogy atomfegyverekről van szó, amit el kell választani más témától. De ott van, külön kell kezelni. Oké, de ott van a homorú hegy Teheránba, Észak-Koreába. Ha odafigyeltek volna időbe, akkor nem jutottunk volna el idáig, hogy a hegy homorúvá vált. Akkor Észak-Korea nem tudott volna atomkísérleteket. Na, ettől kezdve most egy új témát érintettünk, és tulajdonképpen ezt az amerikai észak-koreai megállapodást is zavarhatja, mert lehet, hogy Kim Jong-un elgondolkodik azzal, arról, hogy érdemes az Egyesült Államokkal megállapodást kötni, mert lehet, hogy a Trumpnak olyan kedve van, akkor fölbontja ezt a megállapodást. Kedves nézőim, Kisbenek József segítségével Észak-Koreának is tudtunk tanácsokat adni, hogy figyeljenek oda, mit írnak alá, vagy mit nem. Én a magam részéről most az egyszer engedjék meg, hogy véleményem legyen, annak szurkolok, hogy minden rendbe jöjjön, és most következik a mi független híradónk. Kisbenedek Józsefet visszavárjuk. Köszönöm szépen. Máskor biztos jobb kedve van, és nincs ennyire kibukva az amerikaiak egyoldalú húzásán. Jön a híradó, hát és utána mi jövünk vissza. Igen.